A stúdióban itt van már velünk Pitman Krisztoffel, aki azért jött el a mai reggelen, hogy tisztázza a nevét, amit most éppen Fluor vett a szájára új számában, de előbb nézzük meg, mit is mondott erről Tomika múlt héten itt a Mokkában, utána pedig a kubai macsóval folytatjuk tovább. Leadnád kutyába, fuss-e pitbullokkal vissza Kubába. Igazából ez a két sor szól neki. De egyébként... Örült? Üzent már az interneten, hogy jön, mint az iskola kezdés. Nem tudom, hogy ez mit akar jelenteni. Itt volt képzelni néhány nappal ezelőtt. Láttam. Ott ült, ahol ekő. Ült. Állt. Szaladgált. Hátra tette így a kezét, a Krisztoffer, és nem létező izmait így elkezdte mozgatni, és akkor köszönjük is vagy itt. Igen. Ez így veled, hogy... Na, ő volt Krisztoffer. Igen, az üzenet célmér. Na itt van a stúdióban a Fagyis Krisztoffer, jó reggel. Szia Robika, már ezt nem veszed le magadról. Mert mit? Ezt már láttam. Költ egy kis gombolt Fagyis. De azért jól nyomta, nekem tetszett. Ezt csináltad, én csak téged utánoztam. Ja, egyébként teljesen jogos, igen. Na, teheted a kérdést. Na, mondom a kérdést, bízunk benne, hogy tudsz rá válaszolni normálisan. Az, hogy a Tomi ugye ebben a Köpködött című dalában, ugye hát a szájára vett jó értem, de a Tomi egy népszerű figura, azért mégis csak a Fluor Tomi. Én azért ezt nem mondanám. Mit? Dehogy, nem, no, nyugodtan mondhatod. Nyugodtan, ne irigykedjél. De ez nem irigykedés. Hidd el. Jó, de kanyarodjunk vissza az első kérdéshez. Mit szóltál ehhez? Én egyébként megmondom a frankót, annyira nem voltam mérges, nem is vettem föl annyira, amit csinált, mert igazából én szóltam be neki legelőször. Annyira nem vettem föl, és én úgy gondolom, hogy tovább csinálom a munkásságomat, ahogy megígértem, öcsém.